Ma kezdődik Magyarország legnagyobb mozgásra ösztönző programja, amelyet a Magyar Szervátültetettek Szövetsége indított az Aktív Magyarország program támogatásával. Millió lépés az iskoládért, ez a címe, és hogy pontosan mit jelent, az már is kiderül. Stúdiónk vendégei Révész Máriusz, a miniszterelnökség államtitkára, dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója, és Gyurko Alexandra, máj átültetett úszó. Mindannyian itt vannak velem a stúdiónkban, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok. Jó napot. Napot. Na hát kezdjük is azzal, nem is tudom, kihez forduljak a kérdéssel, hogy mit jelent ez a millió lépéssel az iskoládért program, és miért volt erre szükség? Csaba, szerintem kezdjük itt. Ugye a millió lépés az iskoládért programnak az elődje volt a millió lépés az életért program, amivel sikerült megmozgatni 6500 embert, összesen 1,5 milliárd lépéssel. És ebből indult el az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a programot folytatnánk, és egy szerencsés találkozás révén államtitkár úr megkeresett minket, hogy neki van egy konkrét ötlete, hogy ezt az iskolák felé kellene megvalósítani. Miért pont az iskolák felé? Hát nem is csak az iskolák felé, hanem az iskolákon keresztül nagyon sok embert szeretnénk megmozdítani. Azért van erre szükség, mert ha megnézzük a különböző statisztikákat, közvélemény kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy mi magyarok nagyon keveset mozgunk, és ennek nagyon súlyos egészségügyi következményei vannak. Összejelent meg az Euróbarométernek egy felmérés, amiben 59% nyilatkozott úgy, hogy soha nem mozog. További 15%, hogy nagyon-nagyon ritkán, és ha megnézzük a trendeket, azok is kedvezőtlenek az elmúlt 5 évben a túlsúlyos, elhízott embereknek az aránya az több mint 4%-kal növekedett. Én megkaptam államtitkárként most a választások után a szabadidő sportot, és hosszan-hosszan gondolkodtam, hogy mit lehetne tenni, hogy tényleg ami valahogy így változtat ezen a helyzeten, mivel lehet megszólítani azokat az embereket, akik soha nem mozognak. És akkor futottam bele feleségemen keresztül, ők ezt a játszani, ezt a millió lépés az életért játékot, és arra gondoltam, ezt kiterjesztenénk az iskolák, akkor ez tényleg egy ilyen nagyszerű motiváció lenne. És ezt a motivációt egy kicsit úgy olajozzam, ezért úgy döntöttünk munkatársainkkal, hogy 100 millió forintos díjalapot hozunk létre azoknak az iskoláknak, akik ebben részt vesznek, és az iskolák, akik egy minimális, nem túlságosan nagy feladatot teljesítenek, tehát egyszer körbeérnek a kék körön, úgyhogy ebbe mindenki, aki az iskolához regisztrál, mindenkinek a lépése számít, akkor ők már részt vesznek a sorsolásba, és akár meg is nyerhetik ezt az 1 millió forintot. Minden iskola csak egyszer nyerhet. Tegnap este néztük a regisztrációs számot, és 30 ezer fölötti résztvevő regisztrált már a játék elindulása előtt. Azt a célt tűztük ki Csabával, közösen hol egyikünk volt bátrabb, hol a másikunk, hogy talán meg lehetne célozni, hogy érjünk el 100 ezer embert. És ami még nagyon lényeges, hogy ez a játék, ez nem egy ilyen impulzus játék, hogy egyszer elmegyünk a bármilyen futóverseny, és ott futunk valamennyit, hanem ez a játék, ez március 27-től tart június 11-ig, tehát az ilyen népmesei 77 napon keresztül próbáljuk megmozgatni az embereket, és közben mindenféle üzeneteket is el fogunk juttatni hozzájuk, úgyhogy nem csak mozognak, hanem a végére egyébként, hogy már okosabbak, felkészültebbek, egészségtudatosabbak lesznek, és én muszáj vagyok itt is megköszönni a szervátültetetteknek, hogy ezt a játékot elindították, és igazából nem csak a szervátültetetteket, hanem egész Magyarországot remélhetőleg meg fogjuk tudni mozgatni az elkövetkező időszakban. Na, akkor reméljük így lesz. Beszéljünk a részletekről, jó? Mi már beszéltünk adásban a Millió Lépésért programról, ugye akkor annak az volt a lényege, hogy le kell tölteni egy applikációt, és bármit sportolunk, azok a sportágak lépésekké váltak, és ugye ezekkel lehetett támogatni nemes célokat. Gondolom, akkor itt is most ugyanez a lényeg, szükségünk van egy applikációra. Így van, gyakorlatilag minden információ a www.milliolépés.hu weboldalon megtalálható, és a Google vagy az Apple Store-ból a Millió Lépés applikációt, ami ingyenes, le lehet tölteni, és amikor beregisztráltunk az applikációba, akkor most már megtaláljuk ott egy olyan gombot, hogy iskolák. Uh-huh. És ebből az iskolák, tehát egy legörülő menüből ki tudom választani azt az iskolát, amelyikben vagy tanuló vagyok, vagy a gyermekem jár oda, vagy szeretném támogatni a lépéseinkkel. Tehát nem csak arról van szó, hogy az iskolások, hanem valóban bárki, aki szeretné ezt a játékot támogatni, és egy kicsit egészségesebb lenni, megtalálja az iskolát, és onnantól kezdve az ő lépésszáma az iskola felé fog menni. Uh-huh. És valóban így van, hogy
több mint 60 féle mozgástípus képes ez az applikáció lépésszám alakítani, és ez azért nagyon jó, mert mintha egy tükröt látnánk esténként, hogy igazából egész nap mennyit is mozogtunk. Tehát ha pingpongozom, úszom, kerékpározom, futok, bármit csinálok, én ezt egységesen lépésszámba fogom látni. Ez pedig nagyon jó hír. Az összes iskola rajta van, vagy csak azok az iskolák, akik beregisztráltak előzetesen? Gyakorlatilag az összes iskola rajta van, és hogyha valaki mégsem találná meg magát és ír nekünk, akkor be fogjuk tudni tenni. És ugye, hogyha jól értem, akkor itt azon túl, hogy a gyerekek is számolják az mozgásokkal a lépéseiket, a szülőket, nagyszülőket, szomszédokat, bárkit be lehet vonni ebbe az egészbe, és támogatja az iskolát. Picit olyan ez, mint a klasszikus papírgyűjtés, csak most 77 napon keresztül egészséget lehet gyűjteni, tehát valóban a gyermek hazamegy az iskolából az optimális esetben, a szülők letöltik az applikációt, és onnantól kezdve már nem esténként a telefon nyomogatják, hogy híreket nézzenek, hanem megnézik, hogy hol tartanak a lépésbe, és ha kell, akkor este kimennek, és még gyűjtenek hozzá. Ehhez is a telefont kell megnyomni, tehát hogy tulajdonképpen a telefont bevonjuk a dolgot. Ez egy win-win szituáció lesz, ezt így is mondhatjuk. És tényleg, ahogy mi is az előző körben a nagy beiglégetésnél, meg már tavaly össze is játszottuk ezt a játékot, és egyébként tényleg nagyon-nagyon megdöbbentő, mikor este hazamegy az ember a munkából, és szembesül vele, hogy 2731-et lépett, tehát ennyire aktív napja volt, és tudja, hogy 10 000 lépés kellene. És szerintem mindig nagyon fontos, hogy szembesüljünk is vele, és ez a játék, ez arra is ösztönz, hogy hát tényleg megnézzük, hogy hol is tartunk, és hát ilyenkor szoktam én hosszan menni a kutyával sétálni, és akkor már majdnem elérem a lépésszámot, akkor észreveszem, hogy az egyik csapattársam már csak kicsivel van előttem, mondjuk 800 lépésre, akkor megyünk még egy kört. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon jó, hogy 7 napon keresztül itt ráveti az embereket, hogy figyeljenek oda. Közben egyébként az osztálytársaik is láthatják, meg azt is láthatja, hogy egyébként a másik osztály az 5. A látja, hogy az 5. B hol tart hozzá képest, és hogyha kicsivel van elmaradva, vagy kicsivel van előtte, akkor ez szintén tud egy kis motiváció lenni. De igazából én nagyon szeretném kiemelni, hogy ez nem egy verseny, hanem ez egy játék. Egy játék, ami igazából egy tükröt tart elénk, és mindenki el tud indulni a játékban, az is, aki 50 kiló plusz van, az is, aki 100-at, mert lépni, ha már lépni se tud, akkor az már nagy baj, akkor már nagy baj van. És tényleg hát reméljük, hogy megcsináljuk Magyarország legnagyobb társasjátékát, ami minden szempontból az egészségünkre is pozitív hatással van, és igazából az elménkre is, mert itt tényleg ilyen nagyszerű üzeneteket juttatunk el a játék közben a versenyzőkhöz, úgyhogy én csak Csabályok játékára azt tudom mondani, hogy ez egy igazán zseniális játék. Miért pont a Magyar Szervát Ültetettek Szövetség állt egy ilyen program mögé? Azért erről is beszéljünk. Ugye azt kell tudni, hogy Magyarországon van 5200 szervát ültetett, tehát minden 2000. magyar állampolgár szervát ültetett, és tudjuk, hogy a szervát ültetettek nyertek egy új életet, egy új lehetőséget, sokkal jobban megbecsülik ezt az életet, és az ő számukra nagyon fontos, hogy rendszeresen mozogjanak. És nekünk ez is volt a célunk, hogy a szervát ültetetteket minél jobban mozgassuk, rendszeresen mozogjanak, mert nagyon egyszerű, a beültetett szerv is tovább fog működni, hogyha rendszeresen mozog. És egyébként innen indult el az ötlet, hogy azon túl, hogy nekünk szervet ültetetteknek fontos a mozgás, igazából minden embernek fontos a mozgás, mert mindenki tovább fog élni. Ez nagyon jó, viszont akkor Szandit is bevonhatjuk végre a beszélgetésbe, aki borzasztóan szemtelenül fiatal, és mégis olyan fura ezt mondanom, hogy egy máját ültetett vagy. Elmeséled a történetünket? Mert szerintem nagyon érdekes és tanulságos. Egy hónapos voltam, amikor kiderült, hogy a májamban nem alakultak ki az epeutak, és csak a máját ültetés segíthet, és édesanyám májának egy lebenyét kaptam meg 9 hónapos koromban. Ezt a műtétet Hamburgban, ugye Németországban végezték, és gyakorlatilag most májusban lesz 26 éve, és nekem ez a második születésnapom is. Ugye ezt kérdeztem tőled adás előtt, ami lehet, hogy fura kérdésnek tűnik, de ugye, hogyha édesanyádból kivették a májának egy részét, és te pici babaként megkaptál egy máj darabot, az a pici darab benned ugyanúgy nőtt, ahogy te is nőttél, fejlődtél? Igen. Szerintem ez hihetetlen, orvosi csoda. Hogy vagy most, mennyit sportolsz? Ugye te egy úszó vagy, ezért azt elárulom a hallgatóknak, hogy Szandit kétszer választották az év sportolója gálán az év sportolójának, szóval mesélj erről is. Mikor kezdtél úszni?
9 éves voltam, 2005-ben vittek el a szüleim szeptembertől rendesen úszóedzésre. Eredetileg az volt a cél, hogy mozogjak, de később nagyon nagy lehetőségek nyíltak a szervát ültetettek világversenyein való részvételre is. Például Európa és világbajnokságokon versenyezhettem. A legelső versenyemen 10 éves voltam, és az pont Pécsen volt, úgyhogy az nekem örökre bevésődött. Ahányszor Pécs mellett vagyok, mindig eszembe jut, hogy én igen, itt kezdtem. És olyan szerencsés vagyok, hogy az idei évben már 13. alkalommal vehetem fel a címeres melegítőt, és jövő hónapban képviselhetem a szervát ültetett sportot és Magyarországot is a szervát ültetettek világjátékán Ausztráliában. Ez igen, gratulálunk. Azért kérdezzük meg az eredményeket. Ezt pont is, ezt akartam kérdezni, hogy milyen sikerekre, igen. Nem csak képviselni Magyarországot. Milyen sikereid vannak? Mire vagy a legbüszkébb? Miről lehet beszámolni? Ahogyan egy édesanyja sem tud választani, hogy melyik gyerekét szereti jobban, úgy nekem is az érmek, mintha egyfajta, mindig egy szezonnak az eredményei. Talán a 2018-as versenyt nevezném meg az egyik kedvenc versenyemnek és a legsikeresebbnek. Az egy Európa-bajnokság volt Olaszországban, és ott 7 versenyszámból indultam, és mind a 7-ben sikerült érmet nyernem. Nem tudom, hogy hogy csináltam, de ott örökre, ahogyan ránézek ezekre, az mindig nagyon jó érzéssel tölt el, és 2019-ben, ugye februárban volt az év sportolója gála, és akkor ezért az eredményemért választottak az év legjobb női fogyatékos sportolójának, úgyhogy nekem ez a 2018-as. Szóval hányszoros világbajnok és hányszoros Európa-bajnok? Világbajnok 2-szörös. Aztán. 50 és 100 gyorsan. Európa-bajnok az egy kicsit több. Múltkor összeszámoltam, de elfelejtettem, de körülbelül ilyen 6-7. És tényleg milyen szerényen adod mindezt elő, Szandi. Gratulálunk. Köszönöm. Zavar egyébként azt téged, hogy amikor például egy év sportolója gáláján, hogy téged a fogyatékos sportolók között említenek, holott ugye rád nézünk, és egy teljesen egészséges fiatal lány vagy. Nem, elég hamar tisztázni szoktam, hogy bár szervát ültetett így vagyok, van, de a fogyatékos sportban vagyunk érdekeltek. Uh-huh. Úgyhogy őszintén szólva nem. A gyerekek voltak szeptemberben, amikor elkezdtem tanítani egy iskolában, hogy Szandi néni az igaz, hogy maga sikeres sportoló, és miért fogyatékos, és akkor itt megragadtam az alkalmat, hogy akkor beszéljek nekik nem csak a fogyatékos sportról, hanem részletesebben a szervát ültetésről is. És a sport fontosságáról. Mit gondolsz, hogyan lehet a mai gyerekeket inspirálni, hiszen ugye pont azért megy iskolákban ez a program, mert hogy azt látjuk, hogy minden negyedik gyerek elhízott, tehát igenis nagyon nagy szükségük van a sportra. Inkább mondjuk azt, hogy túlsúlyos, mert elhízott az egy keményebb kategória. Igen. Igen. Igazából azt látom, ahol tanítok iskolában, hogy nagyon sok gyerek délutáni sportfoglalkozáson vesz részt, és ez például a szülőknek köszönhető jó részt, hiszen ha a szülőben van valamennyi az, ahogy tehát törekedjen az egészséges életmódra, akkor a gyermekét sportolni viszi. Azonban van a másik oldal is, amikor a gyerek inkább délután hazamegy, nyomkodja a videójátékot, majd másnap azt beszélik, hogy ki hány órát játszott tegnap, és volt, hogy már mondtam, hogy igen, ahelyett fiam, hogy elmentél volna sétálni egyet. Vagy focizni, vagy biciklizni, vagy igen, bármi. Vagy kosárlabdázni a közeli pályára. Úgyhogy nehéz egyébként nagyon, de talán ez a játék, ez jobban bevonja őket is. Te is ott leszel az inspiráló emberek között ezekben a hetekben? Az egyik kihívó én leszek, igen. Na, és mi lesz a kihívás? Azt lehet tudni, el lehet már árulni? Minden hétnek, ugye körülbelül 10 hétig tart a verseny, 11, uh-huh. Igen, és minden hétnek van egy kihívója, és az első hétnek egy 15 éves májvese transplantált fiú, aki még tanuló, és akkor így én is az egyik kihívók között leszek majd. Helyes. Szokták mondani, hogy egy problémát akkor lehet megoldani, ha van probléma. Tehát, hogyha nem sikerül a fejünkben a problémát azonosítani, akkor biztos nem lesz megoldva a probléma. És az a baj, hogy általánosságban néha beszélünk róla, hogy hát tényleg kicsit sok a elhízott, több a túlsúlyos, de igazából, hogy ezért valami változtatni kellene, az nem éri el az inger küszöböt. Tehát, igen, hogy nem akkora ez a probléma, hogy erre akár személyesen, akár iskolában, akár társadalmi szinten odafigyeljünk. Szerintem ez a játék, ez nagyon-nagyon jó arra, hogy nagyon sok ember figyelmét felhívjuk, és kicsit ösztönözzük, motiváljuk a mozgásra. Mégiscsak az iskolának nyerhet 1 millió forint sportszervásárlást, tükröt kap, hogy mennyit mozog, motiválja a osztálytársainak, szüleinek a teljesítménye, de ami nagyon fontos, hogy minden nap kapnak valamiféle üzenetet.
ezt a Csaba jobban el tudja mondani a napokat. Tehát, hogy minden nap van valami üzenet, ami valamit tanít az embereknek, akár a kékkörről, ország szépségeiről, és szerintem ez is jó, hogy nem csak az fog történni, hogy sportosabbak az emberek, hanem mire a 11. héten végérnek, és ha játsszák ezt a játékot, akkor ezek az emberek felkészültebbek, okosabbak is lesznek. És egészségesebbek, hiszen beszéljünk ugye erről. Amikor véget ért a millió lépéssel az életért, utána mi volt a tapasztalat? Benne maradtak az emberek abban a mozgásformában, amit választottak? Megmaradt a mozgás az életükben? Nagyon sokaknál. Tehát meg is kaptuk azt a kritikát, hogy nehogy abba hagyjuk a programot, csak ugye mi egy civil szervezet vagyunk, azért azt látni kell, és az, hogy egy program fusson, ahhoz pénz kell, tehát ugye a szerver és egyebeknek a díja, és egy jó szolgálati tevékenység, annak van egy sajnos egy anyagi korlátja. Ugye nekünk azért az egy fontos dolog, hogy ezen keresztül, a programon keresztül föl tudjuk hívni az emberek figyelmét arra, hogy vannak szervát ültetettek. És ahogy államtitkár is említette, valóban van ennek egy edukációs része. Tehát van egy sportrész, hogy mindenki mozogjon a lehetőség szerint minél többet. Van egy edukációs rész, hétfőn megismerkednek egy kihívóval, például most Dominikkel, a májvesát ültetett fiúval, de benne lesz Zsiga Melinda, a doktor Kisgerge, és még sok meglepetés is, akiket nem akarok most még megnevezni, bár Szandi már elárulta, hogy ő is ott lesz. És hétfőn megismerkednek a kihívóval, ő elmondja, hogy miért fontos neki a mozgás, és inspirálja az embereket arra, hogy ők is jöjjenek vele, és ezen a héten mozogjanak együtt. Lesz egy kékkör keddünk, akkor megismerjük a legszebb látnivalókat az országos kékkör útvonalán, tehát megismerhetünk olyan helyeket, amiket nem tudtunk esetleg előtte. Egy szervát ültetett szerda, akkor érzékenyítünk egy kicsit, egy okos csütörtök, akkor egészséggel, mozgással kapcsolatos információt kapnak, és aztán így megyünk tovább, programokat ajánlunk, stb. És a hétvégén pedig arra inspiráljuk az embereket, hogy a család együtt menjen ki esetleg pont egy olyan területre, amit mondjuk a kékkör legszebb részeiről megismerhettek. És még egy dolgot hadd mondjak el, amit államtitkár is említett, hogy nem az a baj, hogyha egy gyermek, tehát a gyermek akkor is aranyos, hogyha van rajta plusz kiló. Csak a szülő nincs azzal nagyon tisztában, hogy a túlsúly és a mozgásszegénység az sajnos fiatal vagy későbbi felnőtt korban fog problémát okozni. És nagyon arra koncentrálunk, hogy a gyermek jól tanuljon, jó osztályzatot kapjon, megkérdezzük azt, hogy megetted az uzsonnádat, mi volt a suliba, nem kaptál intőt, stb., de nem kérdezzük meg, hogy mennyit mozgott. Bizony. És ez a fő probléma. Ha lehet, akkor bevisszük taxival vagy kocsival az iskola padig, és ha elviszük véletlenül egy külön órára, egy sportfoglalkozásra, amit Szandi is mondott, akkor mi szülők gondosan telefonunkat nyomkodva megvárjuk a végét, és például azt az egy órát sem használjuk arra, hogy mi magunk is mozogjunk. Tehát szeretnénk ezzel egy picit a gyermekeken keresztül a szülőket, ismerősöket, mindenkit megmozgatni, mert mindenki tovább fog élni, hogyha rendszeresen mozog. Ez a legfontosabb. Mondjuk el még egyszer, hogy meddig tart pontosan ez az akció, hiszen ugye pontosan ma kezdődik, még le lehet tölteni ugye az applikációt, bárki csatlakozhat. Március 27-től indul, és június 11-ig tart, 11 héten keresztül, ez 77 nap. Ez 77, mint a népmesében. És 77 nap alatt kell az iskolának minél többször megkerülnie az országos kékkört. És még egy adatot hadd emeljek ki. Tehát egy kutatás szerint, ha valaki 2,5 órát mozog egy héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel növekszik. Tehát a 2,5 óra mozgás, hogyha elosztjuk naponta, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen 21-2 percet kell mozogni ehhez. És 21-2 perccel 4,2 életével, egészségben eltöltött életével tudjuk meghosszabbítani az életünket. És hogyha megnézzük azokat a statisztikákat, hogy mennyi a várható élettartam Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy 5,1 évvel el vagyunk maradva az uniós várható élettartamtól, tehát az átlagostól, és a legjobb országoktól pedig 9 évvel, tehát a svédektől, finnektől, spanyoloktól 9 évvel élünk kevesebbet, és ez egyébként döntően az életmódunknak köszönhető. Úgyhogy én ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak ezt a játékot, hogy mindenkinek el kell indulni. Tehát nem kell félmaratont futni, nem kell 10 kilométert futni, hanem azzal kell kezdeni, hogy naponta azt a 8-10 ezer lépést meg kell tenni, és mindenki, aki erre odafigyel, az ezt meg tudja tenni. Tehát ez nem egy megugorhatatlan feladat. Ezt szinte bárki meg tudja tenni, és ez a játék, ez erre jó, hogy erre rávezeti. Volt egy kis vitánk Csabával, hogy itt akik nagyon-nagyon sokat lépnek, azzal kell-e foglalkoznunk.
Tehát aki meg tud csinálni egy Ironman-t, aki biciklis futál, és naponta 150-200 kilométer biciklizik Pesten, az igazából nem a mi célcsoportunk, uh-huh. Győzködöm Csabát, tehát a mi célcsoportunk az, és ez a legnehezebb feladat, hogy megszólítsuk azokat, akik még nem mozogtak. Tehát az 59%-ot, aki úgy nyilatkozik, hogy soha nem mozog. Ez egy óriási kihívás, mert akikkel mi találkozunk, azok általában mozognak. De hogyan tudjuk rávenni azokat az embereket, akik nem mozognak, miközben azok az érvek, amiket mi természetesnek látunk, azok náluk nem működnek. De egy ilyen játék, azt szerintem elindíthatja őket a lejtőn, ha nem is lefelé, hanem inkább felfelé az emelkedőn. Reméljük, hogy így lesz. Arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Millió lépéssel az Iskoládért programhoz. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak velünk. Révész Máriusz a miniszterelnökség államtitkára, dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója, és Gyurkó Alexandra máját ültetett úszó volt itt velem a stúdiumban. Szép napot, jó egészséget kívánok mindenkinek, és sok-sok résztvevőt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.